A tavalyi évhez hasonlóan idén is iskolafoglaló projekthéttel kezdték meg a szakképzési centrum tanulói a 2022-23-as tanévet. A dombóvári Apáczai Csere János Technikum és Kollégiumban az egyik feladat egy különleges tabló elkészítése volt. Számomra a képzőművészet egy nagyon fontos része az életemnek, és azért külön örülök neki, hogy így a szobrok is kicsit bele vannak csempészve az iskolai életbe, és egyébként egy nagyon kreatív programnak tartom, ami tényleg összehozza az osztályt. Azt tetszett a tavalyi programban, hogy megismerhettem osztálytársaimat, tanáraimmal találkozhattam, beszélgethettem így velük tanórákon kívül, és megismerhettem az iskolának a közösségét. Én azt várom ettől a projekttől, hogy könnyebb lesz visszaszokni az iskolai kerékvágásba, és talán a tanulásnak is könnyebb lesz így nekiállni. Lőce Tibor az iskola igazgatója elmondta, hogy a Projekt Hétnek tavaly is nagy sikere volt. Amellett, hogy a diákokat kicsit visszaintegráljuk a közösségbe, erősítsük az osztályközösségeket, pláne ez az új belépő diákokra értendő, tehát a számukra ennek különösképpen fontos. Az mellett a tudásfejlesztés, a különböző kompetenciák fejlesztése, a sport tevékenységek, a mindennapos testnevelés, vagy mondjuk a környezettudatosság, a fenntarthatóság, az olyan módon van ebbe beépítve, hogy akár különböző kirándulások, vagy vetélkedők, szabadulószobák, sportversenyek köntösében egy kicsit bebújtatva. Tehát így integráljuk vissza a diákokat az iskolában. A tavalyi évben ez egy elég jó kezdeményezés volt, a diákok jól fogadták, minden napnak van egy tematikája. Tehát van kirándulós napunk, van szabadulószobás napunk, és a napi programokon kívül van egy nagy projektünk. Ez tavaly úgy nézett ki, hogy a város a bűvelődési háza előtt a város színeibe öltözve a diákok egy ilyen közös táncot adtak elő a tanáraikkal együtt, tehát kb. 500 ember táncolt egy előre betanult koreográfiát, egy előre lejátszott zenére. Most pedig úgy néz ki, hogy a mai napon, a projekthét első napján a városban levő 27 szobor közül mindenki húz egyet egy kalapból, és ebből a szobatból felkészül olyan módon, hogy mindenféle információt a szobat keletkezéséről, miért van ott, ki csinálta, stb. Ezt ebből felkészülnek. Tehát ez a tudás része úgymond, illetve ezt a szobrot az utolsó napra élő szobor formájában megvalósítják, amihez használhatják saját magukat, illetve eszközöket is használhatnak. Tehát ez lesz a végül a projektnek a terméke. Az iskola igyekezett olyan programelemekből összeállítani a hetet, hogy az a diákok számára a maradandó élményt és tudást is adjon. Nem csak az Apáczaiban zajlanak ezek a programok, hanem a város teljes területén, tehát van egy ilyen napunk, ami a múzeum látogatásoknak a napja, itt 4 különböző múzeumban fogunk elmenni a diákokkal, illetve az utolsó napon, a pénteki napon Szentről Szabolcs hegymászónak lesz egy előadása a művelődési házban, ami szintén nyitott a teljes város számára. A Bonyhádi Perczelmor Technikum és Kollégium 9-es diákjai a gólyatábor keretein belül kezdték meg az iskolafoglaló projekthetet. Körülbelül 80 gólyánk van, 4 osztályban, különböző szakmacsoportokkal, és szép lassan formáljuk őket afelé, hogy egy összetartó, jó kis közösség legyen. Hogy tényleg igazi, régi értelemben vett jó emberi kapcsolatokat tanuljanak, és ezt úgy tudjuk elérni, hogy hátrahagyják a mobiltelefont, hiszen minden egyes foglalkozásnál körbe gyűjtjük egy kis dobozba, megőrizzük, vigyázunk rá. És a játékokon, munkatársainkon, a gólyapásztorokon keresztül pedig olyan játékokat mutatunk nekik, amik élmény, tapasztalat, kihívás, együttműködés, kreativitást igényel. Az eső egy kicsit megtréfált minket, programokat is kellett áthelyeznünk, de látom a csiszolódást, hogy már egyre több ismerettség van, egyre több beszélgetés van. A gólyapásztorokhoz is nagyon sokszor ennek hozzá, úgyhogy ha esetleg valami probléma fölmerül, azt legtöbbször már ők oldják meg, de a jó hangulat ezt mindig megoldja valahogy.
Cingeli Rudolf az iskola épületgépészeti osztályában kezdi majd meg a tanulmányait. Jól érzem magam, és fontosnak tartom, mert így megismerhettem az osztálytársaimat, és nem az lesz, hogy elsőn bemegyek az iskolába, és akkor nem fogom tudni, hogy ki kicsoda, nem fogom tudni a neveket, hanem itt megismerkedek már mindenkivel. Különleges feladat volt például a Recycling Design divat bemutató. Én a szarvakat csinálom, ennek meg ennek. Én ezt csinálom. Tudsz mozogni? Egyik csapata Szörnyerté főhőseit alkotta meg, mások a minyonokat, vagy a különleges kék sündisznót, Sonicot hívták életre. Engem elég kék. Maga a név mutatja, hogy újrahasznosított formatervet kell valamit létrehozni a diákoknak. Minden csapat kap egy szelektív hulladékcsomagot, amiből az általuk kisorsolt mesefigurákat vagy mozihősöket kell elkészítsék két-két diáktársuka, és a dizájn természetesen úgy teljes, hogy egy bemutatót is kell tartani, ahol fel kell vonultatni a két beöltöztetett csapattársat, és egy harmadik csapattárs pedig mint egy konferencié, a divat bemutató megmutatja a részleteket is, hogy ki hogy néz ki. Ez a feladat nem csak azért fontos, hogy felébressze a gyerekek kreativitását, de környezettudatosságra is neveli őket. Az iskolánk ökoiskola, most már az örökös ökoiskola címet is elnyerte, és hát ezt folyton meg kell újítani, és a 9-eseknél meg kell erősíteni, hogy számunkra a környezettudatosság fontos érték, mindezt játékos formában tesszük. A Tolna megyei szakképzési centrum Percelmor technikum és kollégiumában a szeptember 5-i héten is folytatódik az iskolafoglaló projekthét, ahol már nem csak a 9-esek, hanem az intézmény összes tanulója részt vehet a kreatív játékokon.